Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi üzenet a Bibliából, a forrás. Amikor meghalt az anyukám, kinyitottam a Bibliát, fogtam a nyakláncomat, és láttam, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc más irányba pörög. Ha én ezt összeolvasom, akkor annak van tartalma. Egy időben jönnek olyan gondolatok, így fejezhetném ki magamat, úgy kívülről, de ezek a témák mindig összefüggnek egymással. És erről szeretnék beszámolni ebben a videóban, de hozzáfűzném azt, hogy a Bibel az egy ilyen régi írásmód, nem mindig passzol a mi jelenlegi helyzetünkre, tehát akkor előfordulhat, hogy én kicsit változtatok a mondaton, hogy legyen értelme. És indítanék. Van melletted egy angyal, aki óv téged. De az angyalon kívül vannak még más szentek is. Ezek a szentek szintén segítenek neked. Ha úgy érzed, hogy tartozol valakinek valamivel, vagy például féltékeny vagy, akkor zárd le ezeket az érzelmeket, nem tesz jót neked. Tisztítsd a gondolataidat és az érzelmeidet. Ez olyan lesz számodra, mint egy újjászületés, mint egy új ruha. Hamarosan lesz egy utazás. Te nem maradsz ott, de ne légy szomorú, mert ez az út megismétlődik. És ez volt az égi üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra. Örülnék annak is, ha leírnád a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!